első ülését tartotta tegnap az újonnan megválasztott parlament Thaiföldön. Az új miniszterelnök személyéről előreláthatólag a héten dönt a törvényhozás. A miniszterelnöki cím várományosa érkezik a Thai parlament alakuló ülésére. Yingluck Shinawatra több mint valószínű, hogy a 66 milliós dél-kelet-ázsiai ország első női kormányfője lesz a héten. Pártjának, a Pehu Thai pártnak ugyanis már 5 kis párttal sikerült megegyeznie, hogy koalíciót alakítsanak. Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök jelölt az 500 törvényhozóból 300 támogatását tudhatja magáénak. Yingluck Shinawatra beszédében a megbékélésre szólította fel a jelenlévőket. Minden erőfeszítésemmel azon vagyok, hogy a legjobban végezzem a feladatomat, és hogy visszahozzam a békét és a jólétet a táj embereknek, mondta a 44 éves üzletasszony, aki egyébként Thaksin Shinawatra volt kormányfő húga. Thaksin Shinawatra jelenleg számüzetésben él Dubajban. Egyesek azt állították, hogy a Pehu Thai pártot igazából ő irányítja, és hogy a választási győzelem után az ő visszatérését akarják előkészíteni. A volt kormányfő viszont azt üzente, nem akar újra miniszterelnök lenni, inkább nyugdíjba vonul. Az elmúlt 6 évben a politikai válság volt jellemző Thaiföldre, amely gyakran véres összecsapásokba torkollott. Tavaly 9 héten át tüntetők foglalták el Bangkok belvárosának több részét. A zavargásokban 91-en haltak meg, és több mint 1800-an megsebesültek.